és hát ő fog többet beszélni ezúttal. Jó, én csak annyit felvezetésképpen, hogy Láda fia, ezt Veszprémben már egyszer bemutatták, Bodnár Zoltán írta, ő gyakorlatilag hát egy ilyen színész ember, mondhatjuk leginkább, budapesti bábszínházakban tevékenykedik, és hát nyilván ennek is az eredménye az, hogy maga a darab, én azt gondolom, hogy egy nagyon könnyed, színészközpontú, tehát játékos, úgy is van megírva, úgy is van felépítve, hogy lehetőleg minél többet egy színész meg tudja mutatni a produkcióban. És hát gyakorlatilag remélem, hogy a mi előadásunk is egy ilyen nagyon játékos, kedves, szép előadás lesz.